Az AudioQuest-nek a tápelosztóival már foglalkoztam ugye többször is, először a Niagara 1200-assal kezdtem, majd egy kicsivel később ugye piacra került a PowerQuest család, amiből a 2-es és a 3-ast is már bemutattam és teszteltem. Ez viszont egy kicsivel durvábbik árfekvésnek a példányáról fog szólni, a Niagara 3000-esről. Most nem akarok úgy csinálni, mintha nem lennének ellentétes hozzáállások ebben a témában, ugye tudjuk, hogy van az a réteg, aki főként online, nagyon hangosan, nagyon ellene van. Én azt látom, hogy általában ez inkább arról szól, hogy nem megy a mélyére, vagy nem olvas utána, nem csinál kellő, valóban szubjektív, független tesztet arról, hogy ez most akkor számít-e vagy sem, hanem alapból úgy ülnek neki az emberek, hogy hát ez egy hülyeség, és hogyha nem fekete-fehér különbséget hallasz, akkor innentől fogva nincs értelme az egésznek. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nem így kell neki ülni, mert attól, hogy te nem hallasz öt hangfal között különbséget, az nem azt jelenti, hogy nincs közöttük különbség, hanem hogy te nem hallod. Innentől fogva nem érdemes szerintem a te véleményed alapján hangfalakat választani, mert te nem hallod. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az alapján, hogy az ember személyesen mit tapasztal, igét hirdetni, meg valamire azt mondani, hogy nincs értelme, vagy van értelme, nem annyira érdemes. Van a másik réteg nyilván, aki csöndben van, elmegy, leteszteli ezeket a termékeket, akár hazavisz egy saját rendszerben kipróbálja, és ez alapján hoz egy döntést. És gondolom nem meglepetés, hogy ennek a tápszűrésnek, elosztásnak, kábelvilágnak van egy piaca, rengeteg teszt, ahol azt írják le és azt boncolgatják, hogy milyen jellegű különbségeket hozhat egy ilyen jellegű eszköz. Nagyjából 2 hónapja van nálam ez a termék, már 2 hete vagy 3 hete használtam nagyjából, miután az AudioQuest-tel egy ilyen online meeting formájában találkoztam, vagy találkoztunk itt 4-en összesen, tehát az AudioQuest Magyarország csapatával, és az AudioQuest-nek az egyik kollégájával, aki egy ilyen online kis prezentációban elmagyarázta egy személyesen nekünk, hogy pontosan melyik pontja miről szól egy ilyen terméknek, hogy a Niagara sorozatnak ez a 3000-es példánya is, miket tartalmaz, milyen megoldásokat, és hogy miért számít ez, vagy hogy hozhat ez változást a hangminőségben. Azt javaslom, hogy weboldalon menjél fel és olvasd el, hogy mit írtam róla részletesebben, mert nyilván így szóban mindent átadni nem tudok annyira jól, mint videóban plusz írásban is, úgyhogy a kettőt együtt érdemes szerintem majd elfogyasztani. És én is csak egy felhasználó vagyok, és ennek függvényében próbálom meg átadni azt, hogy én miket tapasztaltam komolyabb rendszerek részeként a Niagarával. Az elmúlt 2 hónapban az összes termékteszt mögött ott volt ez a Niagara, tehát mindent úgy teszteltem, hogy ez ott volt. Viszont 2 olyan rendszer van, ahol talán indokoltnak nevezhető egy ilyen jellegű termék, az a Heegan-nek a H360-asa, a Revel Performa Beryllium sorozatos F228-al, és ugyanezen hangfal és Mark Levinson set részeként is használtam. Az AudioQuest Niagara 3000-nek igazából 2 célja van, vagy 2 problémát old meg. Az egyik az maga a zaj. Modern korral jár ugye, hogy rengeteg olyan tárgy van a környezetünkben, amely teljes mértékben vezeték nélkül is kommunikál, ez lehet sima Bluetooth kapcsolat, vagy Wi-Fi esetleg. Ugye vannak a környezetünkben mobiltornyok, vagy telefontornyok, ezeknek a sugárzását is érzékelhetjük valamilyen úton, módon, és minden egyes fém, alkatrész, elem a lakásunkban és a Hi-Fi eszközünkben jóformán antennaként funkcionál, amely a környező zajokat felveszi, és igenis belekerül mérhető módon a rendszerünkbe. Az AudioQuest szerint viszont ennek egy hallható végeredménye van, ami azt jelenti, hogy maga a zaj az belekerül a jelbe, és ez hangzás szempontjából kihallható valamilyen jellegű tomposág kosz érzetében. Másik probléma, amit orvosol egy ilyen jellegű termék, az az, hogy maga a zene és filmiparnak a fejlődése dinamika tartomány szempontjából szignifikánsan növekedett. A csend és a nagyon hangos pont közti különbség, tehát a dinamikának a lekövetése, pláne nagyobb elektronikák esetében vagy komolyabb rendszereknél, nagyon gyors és hirtelen áramfeszültséget igényel. Ezt a konnektorrajzatunkból vagy egy olcsó IK-s tápelosztóból nem kapja meg az elektronikáink vagy rendszerünk olyan gyorsasággal, mint ahogy az alapvetően igényelni. Pont erre a célra jött létre az úgynevezett Transient Power Correction áramkör, amit jóformán egy ilyen kis szuperkondenzátorként is jellemzett a gyártó. Ennek a célja, hogy folyamatosan tölti magát, tárolja az áramot, és amikor az erősítünk a dinamika vagy a jelfolyamban találatott dinamikai csúcsok miatt nagyobb erőt igényel, akkor ez szolgálja ki közvetlenül az erősítőnket. A kis fánkokra hasonlító rézelemek pedig a föld és rádiófrekvenciás zajokat szűrik, szigetelik és semlegesítik. Ezek akadályozzák meg azt, hogy a jelfolyam felvegyen olyan zavarokat, vagy továbbítson olyan zavarokat, ami ugye zaj formájában megjelenhet a rendszerünkben.
A belső kábelezés az ugyancsak az AudioQuestnek a saját kis fejlesztése, ötlete, amely ő szerintük nagyon sokat számít a végeredmény szempontjából. Egyrészt maga a részszálakat ilyen hosszanti irányban húzzák, ezért is hívják úgy, hogy long grain copper, emlékeim szerint, ami azt jelenti, hogy a felület sokkal simább lesz, mint az átlagos OFC, amit ugye olcsóbb hangfal kábeleknél kapunk. Ezeknek a gyártásból fakadóan van egy iránya, mivel egy ilyen halpike jellegű felülete lesz ezeknek a long grain szálaknak. Na most ennek van egy természetes iránya, amely irányba a zaj könnyebben jut el A-ból B-be, mint sem a másik irányba. És emiatt az AudioQuest minden egyes dob rész kábelt lecsekkol, tehát levágnak egy pici darabot belőle, van egy elépített külön erősítőjük, és azzal tesztelik, hogy melyik irányba fut a részszál, és ennek megfelelően építik bele minden egyes eszközbe, ami egyébként tudtom, a legtöbb kábelüknél jelen van, de ebben is ugyanezt a technológiát használták. A Nilgaard 3007 darab kimenő ajzatot kapunk, amelyből kettő ilyen dedikált nagy áramfelvételű, ahol ugye ez a Transient Power Correction megtalálható, tehát ide köthetőek az erősítők vagy végfokok. A további öt ajzat pedig kiegészítőknek valami lehet bármely forrás, DAC, lemezjátszó, CD lejátszó, TV vagy mondjuk egy fonó előerősítő. Ezeken túl pedig a Niagara 3000 még egy teljes védelmet is biztosít, ami azt jelenti, hogy többszöri egymást követő 3000 amper erősségű és akár 6000 volt feszültségű túráram kivédésére is képes. A kilakítás az érdemel egy pár mondatot, mert kegyetlen masszív lett az egész, tehát 11,3 kg környékén van az összsúly. Az előlapa szerintem egy masszív tömör fém elem lehet, mert hogyha megkocogtatod, olyan, mintha egy betonfelület lenne, és egy ilyen krómozott, magasfényű tükörhatást keltő finish került erre, ami jóformán tükrözi a körülötte lévő környezetet, úgyhogy én bármikor ránézek, akkor a szőnyegemnek a mintázatát látom, enyhe kis elmosással, úgyhogy kifejezetten jól néz ki. Jobb oldalt van a főkapcsoló. Egy problémám van vele viszont, ami az életben valószínűleg nem sok gondot okoz, de azt gondolom, hogy mondjuk egy házi mozi szettbe ez be van építve, és elő van az elhelyezve, nincs eldugva, akkor ez a kék állapotjelző LED világítás, vagy kis lámpa, az erős. Tehát azt annyira nem értem, hogy miért raktak bele egy ilyen brutál fényt, mert azért van egy szignifikáns jelenléte. Én teszteni általában úgy szoktam, amit szerintem egy-két videóban már említettem, de azért most is elmondom, mert tudom, hogyha nem mondom el, de talán még el is mondom, az emberek fikázó része az úgyse fogja végignézni a videót, hanem kapásból oda kommentel valami feltételezést. A lényeg, hogy én általában mindig sokkal hamarabb meghallgatom a terméket, húzamosabb ideig, és utána olvasom el, hogy ez mit ígér, mit mond, mit állít. Mert hogyha te hamarabb tudod azt, tehát hamarabb kapod meg az agymosást, és utána hallgatod a terméket, akkor akarva-akaratlanul megpróbálod belelátni azt a tulajdonságot, amit mondtak a termékről. Úgyhogy én inkább hallgatok, és akkor utána tájékozódom arról, hogy ez mit is ígér. És akkor össze lehet vetni azt, hogy akkor most a valóságos, szubjektív, első tapasztalatos élmény az mennyire összevethető a gyártói ígéretekkel. Minden, amit eddig mondtam, az elolvasható ugye a gyártó weboldalán, a termék leírásnál, nyilván jóval részletesebben is. És ez az, ami a mögöttes hitvallás és koncepció. Na most ez a valóságban egyébként nagyjából pont így jelenik meg egyébként. És azt gondolom, hogy nyilván mivel az ára az azért durva, tehát 1 millió forintról beszélünk, ez egy bizonyos szegmens fölötti rendszerekhez lehet indokolt, már csak ebből fakadóan is. Az, hogy amúgy meg ez a háttér tápszűrés és ellátás igény lenne mondjuk egy 2-300 ezeres erősítőnél, azt nem tudom. Alapvetően szerintem mindenhol hoz valamilyen eredményt, ami kisebb-nagyobb mértékben érzékeltő. És én azért is foglalkozok inkább azzal, hogy a Hegellel, vagy főként a Mark Levinson szettel mit művelt, mert ott volt, főleg a Mark Levinson szettnél a revelekkel volt egy olyan szintű élmény, ami nyilván indokolt is, amikor mondjuk 12-13 millió forintról beszélsz, de az a szintű síri csend, kristály tisztaság és dinamikai gyorsaság, az tényleg egy olyan élmény, amit csak akkor lehet megérteni, hogyha te személyesen megtapasztalod. És egy ilyen rendszerben, amikor egy dinamikus zenét hallgatsz, ami a nagyon csendes ponttól a berobbanás. És ez bármilyen zene lehet alapvetően, tehát lehet egy popzene, egy klasszikus, egy hegedűszóló, bármi alapvetően, vagy egy kicsit dobszóló, ahol ilyen kis
pörgetések mennek, és akkor hirtelen bejönnek ilyen hangosabb elemek, tehát bármi lehet az egyet a világon. De az ilyen hirtelen változásoknak a lekövetése az, ahol érzékelni azt, hogy van jelenléte egy ilyen jellegű terméknek. Legyen a zene vagy film, a dinamikai változások, vagy a dinamikának a lényege ugye a dramaturgia, dráma, hatás, érzelemkiváltás. Na most, hogyha ez valamilyen szinten kompresszálva van, vagy a rendszer nem képes hangfal, vagy bármilyen elem nem képes arra, hogy ezt valóban olyan ívben és gyorsaságban jelenítse meg, ahogy azt az előadó szerette volna, akkor nem fog akkorát ütni az az élmény, aminek a szerepe az, hogy az ott éppen belőle kiváltson egy ijegységet, egy érzelmet, egy hatást, vagy bármit. Ennek a mértéke szerintem rendszerfüggő. A Mark Levinsonnál ez, amit ő képes befogni, az a legszélesebb volt, amit itthoni környezetben én tapasztaltam az elmúlt két év során. A Hegel volt a második, és minden máshol hallható, de sokkal nüanszabb szinten. És azt gondolom, hogy a másik, a csendesség az, ami erősen változik. Tehát a Mark Levinsonnál ez a tényleg olyan, mintha ki lenne kapcsolva a rendszer. Olyan, mintha semmi nem üzemelne, és csak éppen így emelkedne fel a korom sötétségben egy hang. És ebben nem csak az elektronikának, forrásnak és minden másnak volt szerepe, hanem a Niagara 3000-nek is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ebből fakad az, hogy akinek egy ilyen termék készül, az nyilván ez a szint, ami 10 milliós rendszerek. Lehet, hogy valaki már egy 5 millióshoz is majd vesz egy ilyet előbb-utóbb, mert a lehető legtöbbet ki akarja hozni abból, amiket nagyon szeret. Nyilván meg lehet tenni. Ezt nem tudom neked megmondani, hogy milyen mértékben fog megjelenni. Én azt tudom csak visszaadni, hogy ennél a Mark Levinson szetnél én mit tapasztaltam úgy, hogy ez volt mellette használva. Összesítve azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy nincs termék, ez nem mindenkinek szól. Ami többeknek szólhat, az ugye nyilván a kisebbik Niagara, vagy a PowerQuest 2 és 3. Az AudioQuest szerintem itt az utóbbi időkben talán az egyik legnagyobb szereplő, vagy legnépszerűbb szereplő lett így távszűrés elosztás szempontjából a hifi házimozi felhasználóknál, vagy bármilyen stúdió eszközöknél. És nyilván a PowerQuest 2-3-80 forintos árfekvésével én azt gondolom, hogy úgy egy olyan szintet hozott, ami úgy világszinten nem véletlenül lett annyira népszerű, mint amennyire. Úgyhogy egészen biztos, hogy azt többen fogják vásárolni, mint egy ilyen Niagara 3000-es, már csak az ára miatt is. Viszont én azt gondolom, hogy akinek felső kategóriás rendszere van, de ez az ízig, vérig, high-end, na oda érdemes egy ilyesmit letesztelni legalább. Csak hogy megtapasztalt, hogy mennyi plusz tartalék van a rendszeredben, mit lehet pluszba kihozni, hogyha a tápszűrés és elosztás egy ilyen termék formájában jelen van, és ott dolgozik mögötte folyamatosan. Simán lehet, hogy a tapasztalatai másképp jelennek meg, lehet, hogy valami tisztaságot fogsz érzékelni, lehet, hogy az éget a világon semmit, az is lehet, hogy valami hasonlót, mint én. Gondolom erőteljesen rendszerfüggő, attól függ, hogy milyen lakásban vagy, milyen az ottani áramellátás, vagy fali kábelezés. Fene tudja, hogy milyen apró pici környezetbeli dolgok szólnak ebbe bele, így végeredmény szempontjából. És ahogy szerintem majdnem minden videó végén mondom, most is elmondom azt, hogy menj el és személyesen próbálj valamelyik ilyen AudioQuest viszont eladónál egy időpontot kérni egy ilyen tesztre. Nem is azért, hogy akkor vegyél egy ilyet, hanem szerintem azért, hogy személyesen tapasztalatot szerez, hogy ennek milyen hatása van, vagy te személyesen megtudd azt, hogy neked ez ad-e annyit, mint amennyit én itt próbáltam átadni, vagy mint amennyit elkérnek érte, és hogy milyen szint fölött érdemes ezzel foglalkozni. Hogyha ezt a terméket te komoly rendszer részeként nem hallgattad soha, akkor én azt gondolom, hogy a levegőből kapkodva véleményeket formálni teljesen felesleges. Hogyha elmész és kipróbálod ezt valahol, vagy kölcsönkérsz egy ilyet letételenében, csak azért, hogy megtapasztald, akkor én azt gondolom, hogy utána van értelme leülni és beszélgetni akár online formájában is arról, hogy ki mit tapasztalt vagy nem tapasztalt.